Az elmúlt két évben a győrieken kívül mindössze három olyan hazai csapat volt, amely meg tudta tréfálni a Ferencvárost, és hát ezek között van a mai ellenfél is, méghozzá a Dunaújváros együttese. Kellemes napot kívánunk az M4 Sport nézőinek, rövidesen majd a Ferencváros-Dunaújváros találkozót közvetítjük a női kézilabda élvonalból, és hogy miért lényeges, hogy mely együttesek voltak azok, amelyek borsot tudtak törni a Fradi orra alá, erről is beszélgettünk már is Ferling Bernadettel, mai szakértőnkkel, szervusz. Szervusz. Mert hogy egészen friss élmény a kedden történt, hogy a Ferencváros a saját csarnokában pontot veszített a Debrecennel szemben, és hát ment a számolgatás már most a bajnokság elején, hogy ez bajon majd a Ferencváros szempontjából mekkora hátrány, de még először azzal foglalkozzunk, hogy elkezdődik egy szezon egy élcsapat számára, voltál hasonló cipőben, könnyen megesik ilyen, hogy egész egyszerűen még talán nincs meg az a fajta koncentráció, és aztán nehéz lesz egy ilyen mérkőzés. Hát a szezon elején azért nem szokott ez olyan könnyen megesni. A gyengébb játék az igen, az előfordul, de azért a biztos meccseket hazai pályán azért meg szokták nyerni ezek a csapatok. Tavasszal már azért becsúsznak ilyen kellemetlenebb dolgok, amikor már ugye fárad egy csapat, vagy nem úgy sikerülnek esetleg a dolgai, akkor ott elkeseredésében azért van olyan, amikor ez előfordul. Ez meglepő volt ez a döntetlen mindenképp. Mindjárt beszélgetünk még ennek a pontvesztésnek a hatásairól, például, hogy milyen hatása lehet erre a mai mérkőzésre, előtte viszont elevenítsük fel, hogy mi történt kedden. A Ferencváros nem kezdett rosszul a pirosmezes Debrecen ellen, olyannyira, hogy a 24. percben már 12-9-re vezetett. Sőt, labdája volt a 4 gólos vezetéshez is, de Triffa Ágnes hárított. A vendégek hálóőre végig remekül védett, így a hajrára debreceni vezetésre fordultak a csapatok. Minden hazai góra volt válasz a Kösner Vilmos csapatának, így az utolsó másodpercekben a Fradinak csak az egyenlítés jöhetett össze. Fontos pontot bukott el hazai pályán Elek Gábor együttese. Nagyon csalódott vagyok, mert ezt a meccset is meg tudtuk volna nyerni, hogyha kellő agresszívak vagyunk, és támadásban is odafigyelünk. Talán nem tudtunk teljesen oda koncentrálni, sok apró dolog volt, amit megbeszéltünk, és nem tudtuk végrehajtani. Talán ezen múlott az, hogy nem tudtunk most nyerni. A védekezésünk sem volt kellő agresszív, a támadásban is. Én is ugyanúgy hibáztam, de nagyon sok gól bennünk maradt, én úgy gondolom, mert tényleg, amit megbeszéltünk, hogy nem lövjük a kapusoknak, azt lőttük, készültünk rájuk, de valamiért most nem sikerült ezt a támadást is jól megoldanunk. Ezek után következik tehát a Ferencvárosnak egy újabb olyan ellenfél, amely nem olyan régen meg tudta tréfálni, a Dunaújváros együttese. Csak hát jó kérdés, hogy most milyen állapotban lehet a Fradi, ez a sebzett vad kategória. Kérdés, hogy az ellenfél a Dunaújváros szempontjából ez most jó vagy sem. Dunaújvárosi kötődésű révén nyilván beszélgettetek erről, szerinted? Hát inkább a Fradi oldaláról gondolkoztam ezen a dolgon, és az jutott eszembe, hogy most ugrik a majom a vízbe, mert az, hogy belecsúszik egy ilyen, az előfordul. De hogy mennyire jó egy csapat, szerintem az fogja megmutatni, hogy ebből hogy tud felállni. Tehát az, hogy előfordul az ilyen, az oké, okay, az van, de hogy ebből azért egy nagyon jó csapat úgy szokott kijönni, hogy akkor most aztán minden bele, és akkor átgázol a következő ellenfelén. De hát ugye ott van egy Dunaújváros, aki ezt nem fogja annyiban hagyni, és nem szokott a Fradi túl könnyű meccseket játszani a Dunaújvárossal, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy mi lesz ezen a meccsen, de könnyen lehet, hogy a Fradi összekapja magát. Kulcs szereplők lehetnek a Ferencváros oldalán, ezúttal is a szélső játékosok, Sacl és Lukács. Ők nem kezdtek gólerősen a szezonban, de aztán pont a legutóbbi két mérkőzésen már gólerősen kézilabdáztak. A Debrecen is 4-4 találattal zártak, ami egyébként nem rossz. Nyilván a szélsők egy kicsit kiszolgáltatottak abból a szempontból, hogy mennyire vonják be őket a játékba, illetve hogy a Ferencvárosnál ugye tud-e működni az a gyors játék, ez kulcskérdés lehet, amikor könnyű gólokhoz jutnak a szélsők. Igen, nem rossz az a 4-4 gól, de ők azért szerintem ennél többet tudnak. Tehát bennük benne van egy akár a duplája is ennek, és akkor sem lennénk meglepődve. Pontosan, amit említettél azért, hogy a gyors játékot, hogyha játszák, akkor lerohanásból ők azért eredményesebbek is tudnak lenni. Bocsánat, hát előtte pont a kislábda ellen 8, illetve 9 gól az zártak. Tehát abszolút, hogy a dupla benne van. Benne van, igen. Trifági nagyon jól védett, ellenük is egyébként voltak védett lövései. Hát ma biztos, hogy erőltetni fogják a gyors játékot, tehát arra fel kell készülni a Dunaújvárosnak, gondolom fel is készültek rá, de hogyha a Fradi azt jól játsza, akkor az ellen azért nagyon nehéz mit tenni.
illetve aki még kulcs szereplő lehet, Kluiber Katrin, aki 11 gólt szerzett a DVSC ellen, mégis 30-30-as döntetlen született, és ha így nézzük, az Érd is szerzett 28 gólt a Ferencváros ellen, ha ebből indulunk ki, akkor a védekezésen is van mit javítani a Elek Gábornak, hiszen hogy hiába szerzett 30 gólt a csapata, nem volt elég a győzelemhez legutóbb. Hát leginkább azon van mit javítani, ahogy el is hangzik itt folyamatosan, nem csak ebben a riportban, hanem már előbb is hallhattuk, meg többször halljuk mostanában. Illetve az érdekes náluk, és nem annyira jellemző azért ez a Fradira, hogy pont az ő fegyverüket, tehát pont ellenük fordítják, rengeteget hibáznak támadásban. Az Érdelen is láthattuk, hogy 16 hibájuk volt, tehát 16 eladott labda, ami azért annyira nem jellemző, és ez ugye az ellenfél kezébe adott labda, amit meg aztán mostanában meg főleg kihasználnak a csapatok, úgyhogy valószínűleg ezen kell inkább sokat javítaniuk. És hogy még mi mindenen, az már is kiderül, hiszen meghallgathatjuk a Ferencváros vezetőedzőjét, Elek Gábort. Sokat keseregtél a Debrecen elleni mérkőzés után? Időm nem nagyon volt rá, de nyilván tehát azért mélyen érintett. Ez egy nem várt pontvesztesség volt, sőt azt mondom, hogy még mi örülhetünk az X-nek, de tehát tudjuk azt, hogy van egy minden csapat életében hasonló periódus, vagy pillanat. Én azt gondolom, hogy a sportnak az a lényege, hogy egy ilyen időzős kudarcon, vagy nem is időzős, hanem egy ilyen kudarcon minél gyorsabban túlteszi magát egy sportoló, és néz a következő feladatok felé. De ezt az elhullajtott pontot azért csak vissza lehet szerezni valahol, valamikor. Ugye mindig elmondom, hogy az elvesztett pontot nem lehet visszaszerezni, mert az valahogy, de valamilyen formában valószínűleg hiányozni fog, de nem is ez a lényeg. Tehát jóvá tenni jóvá lehet. Tehát visszaszerezni nem lehet, de jóvá tenni jóvá lehet. Nyilván mi erre készülünk, és hát ez a feladatunk. Az elsődleges feladat ezek után, hogy legyőzzétek maga biztosan a Dunajváros, gondolom. Ez egyértelmű, tehát itt számunkra semmi más eredmény nem elfogadható, csak a győzelem. Ugye azért sok sebből vérzik most ez a Dunaújváros. Nekünk is nagy menetünk van, nagy menetelésben vagyunk, tehát sűrűn kell játszani, de pont azért is alakítottuk így, hogy azért amikor elindul a BL szezon, akkor azért ne halljunk bele. Nyilván tehát ezt így kell megoldani. Érdekes volt hallgatni Elek Gábort, aki ugye azt mondta, hogy egy olyan pillanat vagy periódus adódik a csapat életében, és aztán ő is utalt rá, hogy tényleg kulcskérdés, hogy most ez a gödör mennyire lesz mély, illetve vagy mennyire lesz tartós. És ha így nézzük, akkor itt most nem csak a győzelemért kell kézilabdázni, hanem azért is, hogy tényleg a játékosok saját maguknak is bizonyítsák, hogy vége, és már kint is vagyunk a gödörből. Így van, csináltak maguknak egy nehéz hetet, szerintem nem így tervezték, úgy voltak vele, hogy két hazai mérkőzés belefér erre a hétre, de mind a kettő olyan, ami ugye számítottak a két pontra, hát ezt elszúrták kedden, úgyhogy szerintem most azért jobban is izgulnak, vagy idegesebbek is azért valószínűleg keleténél. Pláne, hogy jövő héten pedig jön a Siófok elleni nagyon fontos idegenbeli rangadó, ezt mindig tegyük hozzá. Ez nagyon, igen, így van, tehát ezt nem lehet megkerülni, ezt a kérdést, és visszaszerezni valóban nem lehet, de ott például még inkább jóvá lehet tenni ezt a döntetlent, nagyon várja már mindenki azt a mérkőzést, gondolom ők is, meg a szurkolók is, hát az is egy izgalmas csata lesz. Előtte viszont meg kell vívni a zöldfehéreknek a Dunaújváros együttesével. Érdemes szétnézni azért az újvárosiaknál is. A Elek Gábor azt mondta, hogy sok sebből vérzik az Újváros. Hát gondolhatott akár Triscsuk hiányára, hiszen ő rá sérülés miatt nem számíthatnak majd az újvárosiak. De hát egyébként pedig az látható, hogy eddig egy győzelem és egy szoros vereség a csapat mérlege. És hát kérdés majd, hogy az újvárosi kulcsemberek milyen formát mutatnak. Itt sok múlik például Szekerci és Luca teljesítményén, aki az előző szezonban húzta ezt a csapatot. Vajon ő mennyit tud előrelépni? Még ahhoz képest is. Hát most nem régen, egy néhány napja volt ugye az Érd elleni mérkőzés a Dunajvárosnak hazai pályán, én az ott voltam azon a mérkőzésen, kimondott a jó teljesítményt nyújtott néhány játékos, hát gondolom ezt várják tőlük ma is, meg maguktól is, azért Szekerc és Lucára fontos szerep vár, az biztos. Szalai Babett nyújtott neki. Különleges lesz a Fradi elleni mérkőzés mindig. Bár most már elég régen játszott ott, de biztos még mindig vannak kellemes emlékei onnan. Szalai Babett játszott egyébként még nagyon jól azon a Dunajvárosi meccsen az Érd ellen, de hát itt most mindenkinek így, hogy Triscsuk Kriszta kivált, így meg pláne mindenkitől azért pluszra van szükség. Szalai Babett szerepe is érdekes, hiszen ő
rá például egy időben Kim Rasmussen is számított kiegészítő emberként a válogatottnál. Most a legfrissebb keretben egyébként nincs benne az ő neve, de hát Dunaújvárosban pedig egyértelműen ő a karmester, és nagyon sok múlik rajta. Igen, talán azért nincs ott, a tavasz az nem sikerült neki olyan fényesre, most viszont így az első, a bajnoki kezdetre nagyon szépen összekapta magát, hogy így mondjam, és húzó ember a Dunaújvárosnak. Elmondtuk már, vagy én legalábbis már biztos néhányszor, hogy egy nagyon érdekes kézilabdát játszik, amire azért biztosan nehéz készülni, úgyhogy én sajnálom, hogy nincs benne a keretben, de hát lehet, hogy visszaverekszi majd magát. De hogy mire számít a dunaújvárosiak mestere, ennek is utána jártunk, egészen pontosan Török Olivér utána járt. Mennyire volt bosszantó, hogy mégsem sikerült óriási bravult elérni az Érd ellen legutóbb, pedig nagyon közel állt hozzá a Dunaújváros? Hát igen, természetesen egy jó mérkőzést játszhattunk, de ezt le tudjuk mondani, hogy egy jó meccs volt, pontot ezért nem kaptunk. De ugyanakkor sok mindent tanultunk abból a mérkőzésből. Én azt hiszem, úgyhogy ezt a jövőbe tudjuk majd kamatoztatni. Hibákat is elkövettünk azon a mérkőzésen, de megpróbáljuk majd ezeket a következő mérkőzéseken kijavítani. Most mire lehet számítani? A Ferencváros valószínűleg, sőt egészen biztos, hogy motiváltabb lesz, éhesebb lesz a Debrecen elleni botlás után. Igen, erre mi is számítottunk, és erről beszéltünk az öltözőbe, de hát én bízom benne, hogy a mi csapatunk is motivált lesz, hiszen ugye egy jó mérkőzést, ahogy beszéltünk, jó mérkőzést játszottunk. Nekünk egy feladatunk van ezen a mérkőzésen, tisztességesen, becsületesen küzdeni, mindent megtenni annak érdekében, hogy a legjobb eredményt elérjük. Vannak-e hiányzók? Sajnos vannak, a Ferenci Fruzsit sajnos műteni kellett, és tegnap ugye egy szerencsétlen mozdulat miatt a Triscsuk Krisztina vádli szakadást szenvedett, hát bízunk benne, hogy mielőbb majd visszatér a csapatba. Jobbulást és sok sikert kívánok! Jobbulást kívánunk mi is a dunaújvárosi hölgyeknek, és hát a legutóbbi Érd elleni vereség azért is lehet fájó, mert volt, hogy már 6 góllal vezetett a Dunaújváros az Érd ellen, viszont ez a mérkőzés mennyire jelzi a valós erejét a Dunaújvárosnak, hogy mire lehet képes egyébként akár az egész szezont nézve a dunaújvárosi csapat? Nehéz erre válaszolni, mert azért nagyon rosszul játszott, tehát hogy most ezt így mondhatnánk, hogy nagyon szépen helytállt a Dunaújváros, ami tényleg így volt, ráadásul, hogyha nem hagyják ki ott a végjátékban, volt néhány tiszta zicser, akkor szerintem behúzzák ezt a 2 pontot, úgyhogy ezért is különösen fájó lehet nekik, de még egyelőre ebből azért nehéz következtetni. Egyébként szerintem valahogy így fog ez kinézni, dunaújvárosi oldalon lesznek majd nagyon jó mérkőzések, lesznek ugye azok, amit valószínűleg el fognak veszíteni, és egy olyan erős középmezőnyben azért várhatjuk őket. Most viszont jön a Ferencváros elleni mérkőzés, Varga Ákos lesz a kommentátor, jó szórakozást kívánunk! Nagyon szépen köszönöm, köszöntöm a kedves nézőket. Komoly karakterpróba előtt áll a Ferencváros együttese, a bajnoki és magyar kupa ezüstérmes BL induló Elek Gábor csapata, hiszen valóban a keddi hazai kisiklást követően most itt muszáj javítani. Ráadásul alig, ha nem a hazai közönség és saját maga a csapat is, nem lenne egy puszta győzelemmel, de jó játékkal kivívott győzelemmel, csak maradéktalanul elégedett a Dunaújváros ellen, amely szinte önmagát múlta felül az Érd elleni találkozón, azonban hagyta így is kicsúszni a pontokat a saját kezei közül, és ahhoz a meccshez képest azért jelentős változás, hogy a korábbi NB1-es gólkirály Triscsuk Krisztina az új szerzemény, valamint ha már az interjúban hallott Ferenci Fruzsina is hiányzik most a csapatból, ők az Érd ellen még mind rendelkezésre álltak, úgyhogy átlövő poszton azért elég rendesen megvékonyodott a dunaújvárosi rotáció. Ezzel együtt meg fogják próbálni, hogy egy jó meccset játszanak György László tanítványai. Zöld mezben a Fradi kezdte a mérkőzést, háfra lőtt el az első labdát, most pedig a dunaújvárosiak támadása folyamatban. Szalai Babett üti le és teszi tovább, egész a szélig húzták le. Szemerei kezd a Ferencváros kapujában, és már passzívig játszanak a vendégek. Szalai betörésénél pedig megvan a mérkőzés első hetese. Tényleg a volt válogatott irányító fantasztikus formában játszik eddig ebben a szezonban. 13 góllal, mezőnygólokkal a csapat házigól királya 2 mérkőzés után. A Békés Csaba elleni győztes meccse 6-ot, az Érd elleni vesztese 7-et lőtt. Szekercés a házigól király
az előző szezonból ő szerzi a találkozó első gólját 7 méteresből. Ebben az idényben eddig 10-ből 9, most már 11-ből 10 hetest váltott gólra Szekerc és Luca, aki ezzel utol is érte Szakolai Babettet, és 13 gólos az idényben. Kluiber megy végig és egy óriási kapufát. Mit szerencséjük a ferencvárosiaknak az elején. Akár 2-0-ra is megléphet a Dunajváros csapata. Csapó Kira kezd a DKK a kapujában. Itt most ennél a lövésnél nem volt rá szükség. Bóti irányít, Szalai balát lövőt játszik, ez is egyfajta kényszer megoldás. Szekerc és a jobb lövő, a falban Sirián a beállós, Kazai az egyik, és Mihály Petra a másik szélen a vendégek kezdő csapatában. Ferencvárosnál az elmúlt hetekben, az elmúlt mérkőzéseken első számú hármas védő párnak tűnő két beálló, Pásztor Noémi és Danik Snyder a védelem tengelyében. Szekercés teszi tovább a labdát, és Bóti is betalál, akciógólja is van már a Dunajvárosnak, 0-2, 2,5 perc után. Kluiber, ő csak támad a Fradiban, kiharcolja a találkozó első sárga lapját, Bótira mutatnak rá a játékvezetők. Fekete Tamás és Tóth Dávid fújja a sípot ezen a mérkőzésen, a mezénél fogva rángatták meg Kluiber Katrint, a volt Dunajvárosi játékos. Az előző idény őszi mérkőzésén a két csapat között még a másik együttes mezét viselte. Háfra lövését védi a kapus, Sirián pedig már robog a túloldalon. Bóti, Szalai, ő a támadó csere a vendégcsapatban. Kovacsics próbált jól védekezni. Itt van ez a szép csapóvédés. Kazai jelezte, hogy megértette a figurát, a játékot. Kis lép a falból, Sirián így kezdi meg a mozgást a Dunajváros. Megvan az első védés Ferencvárosi oldalon is. Szemerei a kapufa segítségével tornázta ki ezt. Kovacsics végigrobog, és megszerzi a Fradi első gólját a mérkőzésen a csapatkapitány. Elég nehezen született meg az első hazai találat. Kellett hozzá egy jó védés és egy jó helyzet felismerés Kovacsicstól, nem tudott rendeződni a dunajvárosi védekezés, és Mihály is késett a besegítéssel. Bóti, Szalai, bal kézzel tovább, Áfra és Lukács zárnak össze. Vendégek szakmai stábja, György László vezetőedző és Imre Vilmos. Nem kis kihívás előtt azért, így a hiányzókat pótlandó Dunajvárosban. Az átlövők közül Micijevic sincsen, de ezt már azért megszokhatták. Pásztor is sárgát kap, az első hazai lap. Szekercés 183 góllal lett házigól király az előző idényben Szekercés Luca, Szalai Babettet sáncolják, de oda kerül Sirianhoz, óriási szerencséje volt a beállónak, de nem tud élni a lehetőséggel. Kapufára lőtte a labdát, Snelder vár a túloldalon, szabad dobás lesz. Jó megállító faltot helyezett el rajta Bóti Fruzsina. Egyenlíthet a Fradi. Felállt védelemmel szemben kénytelen támadni. Lik a dunajvárosiak védő cseréje. Siriánnal alkotja a hármas védő páros. Megint Bóti, egyelőre őt támadják leginkább. Kettes védő posztján a ferencvárosiak. Snelder. Kluiber. Visszakéri és visszakapja. Háfra, óriási pofon. 2 perc. Még hozzá Szekerc és Lucának. Összekaparta magát Háfra Noémi, bár nem volt egyszerű. Ott nagyon csúnyán belenyúltak az arcába. Hát bizony, ez a minimum.
de az új szigorú szabályértelmezési elvek szerint még akár ennél több is lehetett volna. Kluiber lövi be a hetes. Kluiber Ketrin is csak mindössze egy hetest hibázott ebben a bajnokságban, 12-ből 11-nél tart. Ez volt a 30. gólja az 5. bajnoki mérkőzésen a Ferencváros házi gól királynőjének. 2-2, megvan az egyenlítés 6,5 perc után. Szalai. Jovovics érkezett a dunai városiakhoz. Kiállított szekercés helyett. Most három jobbkezes az átlövő posztokon. Sirián felé a bejátszás pontatlan. Sacl szedi össze, és az üres kapura az ívelt lövés. Tökéletes! Okosan csinálta nagyon Sacl. Nadin nem kapkodta el a dolgot. Leütötte még egy pár lépéssel közelebb, ment, hogy biztos legyen. És magas ívben senki ne tudja elérni a visszafutó Csapó Kira sem. 3-0-ás sorozattal fordít a Fradi. A jó kezdés után támadásra megakadtak a vendégek. Jovovics. Szelder nagyon határozott. Kapu mellé Jovovics első lövése. Kovacsics, ő is megpróbálja, óriási kapufa. És ott már bent volt Sirián, marad a labda a Fradié. Kluiber, Lukácsnak húzza le. Kovacsics, belemegy. Úgy tűnik, jól védekeztek vele szemben. Nézzük csak meg. Hát azért oldalazott még Sirián. Határesetnek tűnt. Szalai. Jovovics. Bóci. Ott is egy sárga. Megkapja Snelder is. Sirián mezét cibálta meg. Snelder ugye a tavalyi szezonban nem vett részt a Dunajváros elleni mérkőzéseken sem, pedig 3 is volt belőlük. Dunajvárosban 35-25-re nyert a Fradi. Már egy márciusi bajnokin. Ugyancsak márciusban a Magyar Kupa 4-es döntőjében is találkozott az elődöntőben a két csapat, akkor 33-26 könnyed 7 gólos Ferencvárosi győzelem. Ez is belemenés Kovacsicsnál. Ez talán még egyértelműbben. Háfra lökött egyet. 2 percért cserébe. Egyelőre a visszarendeződéssel azért gondok akadnak. Itt is, ott is. És inkább saját csapdájába lép a Ferencváros azzal, hogy túltolja a nagy tempót. Ebben előre is, hátra is különböző hibák vannak. Szóval a kupameccset is megnyerte elég simán a Fradi, itt az Elek Gyula arénában pedig még tavaly ősszel, ugyancsak szeptemberben 36-23, 13 gólos különbség. Mihály Petra szép gólja jobb szélről, hosszú idő, több mint 7 perc után talál be újra a DKK-a. Kovacsics, Kluiber, Klivinyi most a középső hármas. Ő jött a kiállított háfra helyére. Kovacsics fordul. Kluiber. Belenyúlnak a védők. Így a fehér mezeseké. Bóti üres kapusa. Kluiber! De nincs szerencséje. Csak bejjebb ütni tudta. Hát, nem hiszem, elmondja. Kluiber Katrin
a 30 gólja mellett most már saját kapujába is betalált. Ezzel a szerencsétlen mozdulattal, a rosszabbik kezével, jobbal próbálta kiöklözni a kapu előtér előtti légtérből, de nem talált el tisztán a labdát. Újabb fordulat, megint a Dunói Város vezet. Kluiber, Klivinyi húzza le, bent van, Sacu. Szép támadás volt. Van a szélső második gólja is. A többi két meccsen határozottan gólerős volt Sacu Nada. Amellett, hogy sokat lőtt, nagyon jó százalékkal, egy-egy hibával a Kisvárda és a Debrecen ellen. Jobbkezes, jobb átlövő posztról lőtt gól, Jobovic Jovana. 5-4 a vendégeknek. Kovacsics hátrált előtte, ezt használta ki. Egy jó elhajlás után visszahúzta a blokk mögé. Klivinyi. Kluiber, Kovacsics. És a 3K középütt ezúttal Bolt hoz össze a csapatkapitány. Kovacsics Anikó második gólja. Szalai már a földön a túloldalon, elég komoly tempót vesz fel a Dunai Város együttese is. Náluk azért ugye a sérülések miatt kicsit rövidebb a pad ezen a találkozón, úgyhogy kérdés, hogyha végig teljes gázzal nyomják, meddig bírják. Szalai. Lukács. Bótit csípték el. Jovovic. Megint Kovacsicsról ugyanazt próbálta meg újra. A szabad dobást megkapja. Ezúttal jóval aktívabb volt a ferencvárosi védő, lábbal is kilépett, előtte maradt. Szalai második szándékból, nagy kapufa. Sirián ezt is összeszedi, gól. Áthámozva magát, Snelderen megszerzi a DKK a hatodik gólját, Sirián Szererke. Aki a Békés Csaba elleni 29-27-es idegenbeli győzelem során volt egy jó meccse, 6 gólt hozott össze. Szalaival volt versenyben, a csapat legeredményesebbje volt. Kovacsics. Még egyel tovább, Lukács előtt a helyzet, szépen végigjátszotta a Fradi. Ez az a gyors passzos, ritmusos támadójáték, ami nagyon-nagyon akadozik azért eddig a Ferencvárosnál. Sacu után a másik szélső, Lukács Viktória is megvillan. Szalai hagyná ott. Bóti. Jovovic. Bepattintotta a sűrűbe, szerencséje volt, hogy eljutott egyáltalán a beállóig. Törölni kell. Talán egyik legfiatalabb takarító személyzete dolgozott tökéletesen. Jovovic. Bóti. Jovovic mellé. Szekercés. Nem maradt a padon a kiállítását követően is. Három jobbkezessel elég jól megoldják a Dunai Városiak a kombinatív játékot a belső posztokon, de most már passzív. Szalai. Szemerei. Egyetlen passzuk maradt a vendégeknek, mutatja a játékvezető. Jovovicnak kell lőni. Na, még egy esély. Thank you.
labdát kell takarítani. Sőt, van másik. Na megint Jovovic Jócskán fölé. Jó a védekezés a Fradinál, de hát így is negyed óra után 6-6. Nem tud vezetni a Ferencváros, sőt, többnyire futott az eredmény után. Christensen jelentkezik játékra. Nagyon óvatosan beszélt egyelőre a pályára Elek Gábor. Érdem például csak az utolsó 10-15 percre érkezett. Kluiber visszakapja Klivinyitől, és végig is megy vele Kluiber Katrin. 8 gól az Érd ellen, 9 az MTK ellen, 11 a Debrecen ellen. Szédületes meccseket hoz egymás után a válogatott átlövő. Visszatér Szekercs és Luca a dunaújvárosiakhoz. Sirián. Szalai. Jó labdaszerzés, Sacó. De hiába, Szalait már elrántották. Christensen kettestől érkezik Snelder mellett. Szekercés, szabálytalan elzárás. Sirián volt a vétkes. El lehet lépni 2 góllal. Visszatérésén ütködő ferencvárosi Szekeres Klára és a volt ferencvárosi Szikora egymás mellett. Jövő szombaton majd farkas szemet nézhetnek akár a siófoki rangadón. Kim Rasmussent is láttuk a válogatott szövetségi kapitányát a lelátó, miközben Klivinyi megszerzi első gólját, és ezzel 8-6. A nemrégiben kihirdetett a litvánok és olaszok ellen készülő válogatott keretben. Összesen 10 játékos ebből a két csapatból, 9 ferencvárosi és kazai a dunaújvárosiak közül. Jóformán a 21-es keret felét ez a két társaság adja ki. A kazai formájáról egyelőre még most nem tudhattunk meg sokat, talán most kapott először labdát a mérkőzésen. Bouti, Szalai, Jovovic. Nagyszerű lövés! Mihály Petra! Már a második nagyon bátran bevitt helyzete. Gyönyörűen kilőtte a jobb fölsőt. Addig Sarcol nem is hagyott neki túl sok helyet. Kapus füle mellé lőtte fel a labdát. Az jó passz lett volna Sneldernek. Lirinyi látta meg a beállót. Christensen, Snelder befordul és belövi, kihasználja az ember előnyét a Fradi. Végül csak el tudta neki juttatni a labdát Emily Christensen. Bouti, megint szekercés nélkül a dunaújváros. Jó, így. Még van a váltás. Szalai, Jovovic, még egyel tovább, szépen fűzték egészen Zitzerig. Sirián. Klivinyi leüti még, nagyon ügyesen csinálta. És még egy szabálytalanság miatt Jovovic ki is megy 2 percre. A rossz hír azonban a fradistáknak, hogy lent marad Klivinyi Kinga. Már a harmadik dunaújvárosi kiállítás lesz. Csípőjét fájlalja, a medencéjét arra eshetett rá. Itt volt egy combdobás. Ott hagyta a combját bizony a kiállított játékos.
ez pedig a Dunai városiak szépen végig fűzött játéka, és Sirián gólja. Hát nincs könnyű dolga Elek Gábor csapatának, még akkor sem, hogyha most hosszabb, majdnem 4 percen keresztül emberelőnyben játszott a Fradi az egymás után következő vendégkiállítások miatt. Koroncai Petra érkezik új emberként a fehérmezesekhez. És itt az első időkérés a 20. perc közepén a mérkőzésen. György László kérte ki az idejét. Jó, most mondja, a Petra jöjjön ide be középbe. Jó, a Babett jöjjön ide, a Fruzsi jöjjön ide. Játszunk egy sima négyest, jó? A négyesből egy keresztet játszunk, jó, abból húzás kontra hosszú lefolyású támadás, de ugyanakkor, hogyha már jön vissza a labda, kellene cselezni. Ami fontos a cselezések után, jó, még egy lépés kellene bátran a kapu irányába, mindenkitől a cselezés után egy lépés, akkor lesz egy 7 méteres, 2 perc, hogy be tudod fejezni, mint itt az előbb a Babettnál. Érzető, lányok? Gyerünk! Nagyon közel állt ahhoz a DKK, hogy a szokásos őszi bravúriát, mint amilyen mondjuk tavaly a kupa menetelés során a Siófok legyőzése volt, már most a második fordulóban az Érd ellen kipipálhassa. A szünetben is vezettek még a piros-fehér lányok, és volt elég jelentős 5-6 gólos előnyük is. De a végén aztán egy góllal 26-25-re alul maradtak Szabó Edina csapatával szemben. És ráadásul ugye Ferenci súlyos sérülést is szenvedett. Szalai, Kóti, Koroncai, Kazai nem vitte be. Kóti, eltűnt ott a beálló. Megint passzívnál a Dunai városiak. Nagyon türelmesen, hosszan, gyakran passzívig szövögetik az akciójukat a vendégek. De már csak 2 passz maradt. Szalai nem használta ki. Jól érezte, hogy kapu felé kell törni. Háfra. Tóth. Elszórja. Csak idegesen szállt be a meccsbe Tóth Niki. A Fradi junior Európa bajnoka. Ez egy elég gyermetek hibának tűnt. Koroncai. Bóti. Mihály most meggondolta magát. Koroncai megint. És szépen szemerei. Talán a Sánc már lelassította kicsit a lövést, így könnyebb dolga volt. Igen, azt hiszem, hogy Krisztensen keze hozzáér, de ki kellett azért azt még piszkálni. 3 gól még nem volt közte. Most ezt is kialakíthatja a Fradi. Krisztensen, Tóth Háfra, középső hármas. Tóth megint kidobja a labdát a pályáról. Döcög az a szekér. Lévi is egy nagyot fújtatott. Tóth Niki hármas védőben Pásztor oldalán javíthat. Szalai, gyönyörű kereszt, gyönyörű előkészítés. Hogy szorította le a falat Bóti Fruzsina és Szalai Babett a 4. kísérletére megszerzi első gólját. Közben Pásztort hátba lövi Krisztensen a labdával, ez így nem jó passz. Ismét elront egy támadás, zsinórban már a 3. a Fradi. Nagyszerűen tartják a falat
a befutó Bóti Fruzsina, illetve Sirián Szederke, itt pedig Sirián éppen allé pakolt a Pásztort, aki nem tudta a labdát figyelni. Nem biztos, hogy ez teljesen szabályos volt. Bóti. Szalai. Jovovics jön. Átfuttatják a jobb szélsőt. Jovovics egy az egyben. Pásztor megtartotta. És megint passzív. Három passz még. Jovovics. Sok. Elveszíti a labdát a Dunai Város. Itt az elmúlt percek nem sok jó támadást hoznak, viszont rengeteg hibát. Itt is, ott is. Elek Gábor is időt kér. Csere volt közben a Dunai Városi kapuban. A Franciaországból igazolt Zeljen a Stoják érkezett. Barkácsolást, érted? Nikinek látszam szépen, mert szép, mert jól néz ki a tévében, érted, hogy így adjuk a labdát. De nyugi van. Ja, támadóját, hogy lerohanásba, jönnek föl 3-3. Lépjen vissza a beálló, induljon rá a bal kettő. És abból az a zicsert kéne lőni középen. Jó? Nekem keressen jobbra, jobbra lépítésből, marra ér, ott jön a vala. Oké? Okay? Jó, menjen a 38-ig. Vagy a kettes, nem, kettes simát. Kettes simát. Jó, gyerünk. Ha nem haragszik meg Elek Gábor, annyiban mindenképpen ellent kell mondjak neki, hogy nem néz ki jól a tévében sem, hogyha elrodják a támadásokat és elszórják a labdákat a lányok. Tehát nyilván ő sem nézi szívesen. Itt a Ferencváros keddi botlásának kapcsán azért felmerül az emberben az, hogy a Fradi a nehéz BL csoportja miatt, hogy kicsit megkönnyítse a saját dolgát októberben, novemberben, amikor majd a BL elindul. Háfra Noémi lő szép volt, annak ellenére, hogy megtámasztották lövés közben. Az első találata Háfrának. Felavatják a fradisták Stojákot is. Szóval ez, hogy előre hozta a mérkőzéseit, és így szeptember elején egymás után szinte minden másod-harmadnak bajnoki meccset játszik, azért nem hozta magát nagyon könnyű helyzetbe, még akkor sem, hogyha ránézésre ezek azért hozható találkozók voltak. Kazai első villanása, rögtön egy szép gól a szélről, megvan a 10. találat a vendégoldalon is. Mert tehát azért a hosszú felkészülés után nem biztos, hogy a legfrissebb és a legélesebb a legösszeszokottabb, problémamentesebb a csapat ahhoz, hogy minden másnap mondjuk meccset játszol. Nem csoda, hogy ebbe is hiba csúszott. Megvan az első Stoják védés, és akár egyenlíthet a DKK-a. A Besançon csapatától érkezett Dunai Városba Stoják, Mótolandó a Szombathelyre távozott Tolvásevicset. Öt perc az első fél időből. Szalai. Bóti. Jovovics. Jócskán fölé. Christensen. Újber. Visszafordul Christensen, szépen csinálta. Hetes. Kluiber levi újra. Stojáknak is be tudja lőni. Ez az egy-két gólos előny, ez most már azért jó ideje megvan. De innen előrébb nem tud lépni a Fradi.
Bóti. Talai. Bóti vissza. Pásztor. Szabálytalanságot láttak a játék között, hogy egy nagyon önfeláldozó labdaszerzés volt, hogy hasra vetődve kiugrott Pásztor Noémi. Az Érd elleni találkozón 10 akciógóllal és szenzációs játékkal kezdte a bajnokságot. Azóta 3 meccsen 14-ig jutott. Kicsit lassított tehát. Szalai. Pásztor védekezik megint jól, de marad a labda a Dunajvárosnál. Igaz, 3 passzuk maradt már csak. Jovovics. Neki nem kellett egy passz sem. 7 méteres. És még 2 perc, és Sneder már vissza sem néz, tudja, hogy ő megy kifele. Hátúró lökés. Túljutott már rajta a támadó. Nem ezt reklamálják a ferencvárosi szurkolók, azt gondolom, hanem az azt megelőző labdát, amit Pásztor már megszerzett volna. Szekercés váltja góra a 7 méterest. Hát ez valóban egy elég könnyű síppal befújt szabálytalanság. Christensen. Weber. Az is 2 perc. Sirián. 2 kézzel lökésért kimegy ő is. Ha marad az üres kapunál a Fradi, akkor így most 4 szám fölényben támadhat. Marad az üres kapunál. Christensen. Egy lőtt passz a sarokba. Lukács mellé. A jó játék megvolt. Innen látjuk majd, hogy milyen a szög. Nem a legjobb azért. Molnár nehezítette meg Lukács dolgát. Molnár van most benne a dunaújvárosiak bal szélén. Hazai helyett. Beállóban is új ember, Bóci megy közben be, és bele is megy. Szóval a kiállított Siriát Csávlovics próbálja pótolni beálló poszton. Sacszol harcolta ki jól a belemenést. Az egyenlítés nem jön össze a Dunajvárosnak. A Fradi meg nem tud elmenni. Csak ezzel az 1-2 góllal. Christensen. Bevágja az első találatát. Amikor kezdődik a félidő utolsó perce. Pásztor szépen csinált helyet ennek a lövésnek a falban. Szalai. Kiteszik Mihálynak. Mihály. Rendkívül magabiztosan. Higgadta Mihály Petra. 3-ból 3. 3 szép szélső gól tőle. És ez az az előny, ami a jobbkezes jobb átlövő jelent, hogy így jól tudja lehúzni a szélre a labdát. Jobb kézzel. Christensen. Háfra emel át. Schatzl, ez is nehéz helyzet. Véd is a kapus. Stojákról kijön a labda, és van még néhány másodpercre a Dunaújvárosnak, akár döntetlennel is. Szünetre vonulhatnak a csapatok, ha a DKK most betalál. Bóti nem talál be. És többre már nincs idő. Mire kibogarázta a labdát a kapu mögül.
Szemerei, addigra megszólal a Duda. 13-12-es egyetlen gólos ferencvárosi vezetés az első félidőt követően. Nem akar igazán üzemi hőfokra állni ez a Fradi. Nagyon nehézkesen alakul nekik egyelőre ez a találkozó. Védekezésben és támadásban is megvannak a maguk nehézségei, hibái. Úgyhogy egyelőre még nem sikerült átlendülni a keddi holtponton. És ez azért a dunaújvárosiak dicsérete is, akik ragyogóan tartják magukat. Néhány hiányzójuk ellenére is az első fél időben. Nem sokára folytatjuk. Szenvedős mérkőzése van a Ferencvárosnak, mert a Dunaújváros mindenféle teher nélkül kézilabdázik, és tapad nagy nevű ellenfelére. Egy gólos a Fradi előny, mindjárt beszélgetünk a részletekről. Hírek egy percben, Falucskai Ivet vagyok. A határvédelemről és a kétoldalú együttműködésről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és az ausztriai Burgenland tartomány főnöke. Egyebek mellett egyetértettek a hatékony határvédelem fontosságában az illegális bevándorlás leállítása érdekében. Valószínű, hogy Olaszország megnyitja kikötőjét a migránsokat szállító hajók előtt. Az illegális bevándorlók azonban nem maradhatnak az országban. Egy úgynevezett automatikus szétosztási mechanizmus lépne életbe, és a migránsok nagy része más országokba kerülne. Szakmai fórumsorozat indul a nyugdíjas foglalkoztatás előnyeinek bemutatására. Kósa Lajos azt mondta, 20 ezeren dolgoznak a nyugdíjas szövetkezetekben, ami azt bizonyítja, hogy nagy piaci kereslet van a munkaerőre. Tovább dübörög az építőipar. Júliusban az építőipari termelés csaknem 33%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Köszönöm a figyelmet, hamarosan jövök újabb egy percre. Elkezdődött, elég sok gól volt. Nálunk is elindultak az OTP Bankliga háttérműsorai. Tavaly se sikerült azért tökéletesen megjósolnom sem az elejét, sem a végét. De mi most eláruljuk, a forduló a játékos kijáróval kezdődik, és a gól kettővel zár. Szombaton és vasárnap élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu. Mi kell az igaz barátsághoz? Édes emlékek, amelyeket szívesen megosztunk. Mert a rózsaszín boldoggá tesz. Manner, mert szeretem. Shell V-Power. Éressze. Üzemanyagainkat csúcs teljesítményre terveztük, hogy ön is érezhesse a motor igazi erejét. Fokozza az érzést. Shell V-Power. Az élet tele van meglepetésekkel, de a Tesco-ra és kedvező áraira minden nap számíthatunk. Most az UPS klasszik toalettpapír csomagja mindössze 1699 forint. Tesco. Egy különleges meglepetés. Egy nem várt ismerős. Egy lenyűgöző találkozás. Soha nem tudhatjuk, hogy egy kaland hova vezet, de azt igen, hogy hol kezdődik. Jeep Adventure Days ajánlatainkat keresse márka kereskedéseinkben. Gazdagon felszerelt Jeep modellek akár 5.490.000 forinttól. Klára nem néz meg még egy epizódot a véget nem érő sorozatból. Holnap ragyogni fog az állásinterjú. Ma ugyanis úgy döntött, hogy kialussza magát. Mindent a jobb alvás érdekében. IKEA. Kedvezmények hete! Háztartási gépekkel! Most hihetetlenül sokat spórolhatsz! Vigyázz, nem tartanak ki! Most
most vásárolj szuperáron rozsdamentes Tefal Simpleo edénykészletet, vagy Oral B Pro 750 elektromos fogkefét utazótokkal! Kedvezmények hete! Alza.hu! Megérkezett az About You, a legújabb online divatáruházad. Több mint 500 világmárka mostantól Magyarországon is. Kombinálj, kísérletezz, és állítsd össze kedvenc szettjeidet, ahogy szeretnéd. Nézz fel az aboutyou.hu weboldalra, a rendelés egyszerű, a házhoz szállítás és a visszaküldés pedig ingyenes. Próbáld ki Welcome kedvezménnyel! About You. Minden rólad szól. A Telekomnál itt a hálózat, itt vannak a kedvezmények és itt vannak a készülékek. Válaszd a Samsung Galaxy Note 10-et és vidd haza most kamatmentes részletre. Telekom. A testünk pontosan tudja, hogy meddig nyújtózhatunk. Egész nap nem mozdultál, most meg hirtelen kezd. Á! Miért kellett egyedül megemelni? Jaj! Tapassza le a fájdalmat szalompasz gyógyszeres tapasszal. A szalompasz gyógyszeres tapasz enyhíti a rándulás és megerőltetés okozta izom és izületi fájdalmakat. Ó, de jó! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Küzd a Ferencváros, vezet a Ferencváros, de szenved is a Ferencváros. Egy gólos a zöldfehérek előnye az első félidőben. És ugye megnézzük a statisztikákat, akkor látható, hogy a védés hatékonyságnál is hát elmaradnak a Dunaui várostól, tehát gyengébb kapus teljesítmény, és több az eladott labda. Valószínűleg leginkább ez bosszantja Elek Gábort, főleg annak tükrében, hogy beszélgettünk, hogy most már a védekezésre is nagyon kellene figyelnie a Fradinak. Igen, játszanak a tűzzel most is, ez így kevés lesz szerintem a második félidőre. Valóban a kapus teljesítmény is elmaradt szerintem a vártól, és a támadásban még mindig nem találják a játékukat, sem a ritmus, sem a dinamikát, nagyon nyögvenyelős, nagyon izzadós, ez így kevés szerintem. A mérkőzésen is jobban kezdett a Dunaújváros, eleinte még vezettek is a vendégek, mert rajtuk pedig azt lehet érezni, hogy mindenféle teher nélkül kézilabdáznak. Igen, ez várható is volt, főleg úgy, hogy még két sérült, még bele is jött ebbe a keretbe, úgyhogy nincsen vesztenivalójuk. Igazából azok a lehetőségeik, amik vannak, azokat jól kihasználják, az egy-egy elleni párharcokat nagyon szépen tudják befejezni. Fradi nem tudja őket megtartani egy az egyben, tehát itt most nagy átlövés gólokra azért nem kell számítanunk dunaujvárosi oldalról, de nem is ez a céljuk, ami lehetőségük van, az pedig szélről is és a betörésekből is kihasználják. Ugyanez a túloldalon azért nem mondható el. És néha még szerencséjük is van, hiszen itt látható ez a szituáció, amikor Kluiber nagyot mentene, de aztán mégis bepattog a labda. Ez egyébként pont ilyenkor szokott előfordulni, de dicsérjük az újvárosi fiatalokat is, pont itt is egy ilyen gólt látunk, akik nagyon-nagyon bátran kézilabdáznak. Bátran, nem ijedtek meg a lehetőségtől, nagyon várják már szerintem, hogy bevessék őket, vagy megmutathassák magukat. Hát Koroncai Petra nagy kedvencem nekem egyébként, de ő még azért fiatal, tehát ő még egy picit meg volt illetődve. Azért ennél ügyesebben szokott kézizni, vagy bátrabban inkább úgy mondom. De hát, ha még majd visszajön a második félidőben, és akkor láthatunk gólt tőle is. A Ferencváros ezt követően viszont át tudta venni az irányítást, de hogy nem tudott ellépni, az leginkább annak köszönhető, hogy továbbra is sok hibával kézilabdáznak a zöld-fehér lányok. Tehát, és
sokszor ez pont a kritikus szituációkban jött, olyan értelemben kritikus, hogy több góllal eléphettek volna, itt is két gólos a Fradi előny, aztán jön egy technikai hiba. Igen, nagyon rosszkor jöttek a hibák, és nagyon buta hibák voltak. Szórják el, úgy néz ki kívülről, mintha csak olyan félig meddig menne ez a játék. Tehát el is kezdjük játszani, nem is kezdjük, befejezzük, de aztán meg mégsem, odaadjuk az ellenfél kezébe. Tehát nincs ez most olyan flottul megszervezve. Nem látom azt a kemény irányítójátékot sem, ami egyébként szokta jellemezni a Fradit. Én ezt nagyon hiányolom. Nincs kézben a csapat, nincs egy karmestere, aki igenis oda csapna az asztalra, és akkor azt mondaná, hogy na jó, akkor itt most elég volt, és akkor kezdjük el a saját játékunkat játszani. Pedig Krisztensen is érkezett, de egyelőre ő sem tudott segíteni a Ferencvárosnak ilyen téren, hogy nagyobb legyen az előny. Már látható volt az első félidőben, hogy a mérkőzést a helyszínen tekinti meg Kim Rasmussen szövetségi kapitány, Török Olivér az ő véleményére is kíváncsi volt. Kim, I'm sure that you're focusing on the nine players from Ferencváros and on the one player from Dunajváros. Biztos vagyok benne, hogy a Ferencváros 9 és a Dunajváros egy játékosára összpontosít, akik benne vannak a válogatott keretben. Hogy tetszik a meccs? Ilyen szoros mérkőzésre nem számítottam. A DKK-nak sok sérültje van, mégis nagyszerűen harcolnak. Persze, hogy a válogatott játékosokat figyelem elsősorban, illetve a fiatal tehetségeket is. Ezt a szoros meccset azért élvezem, de nem vártam volna. When will you come together again regarding the national team? Mikor gyűlik össze újra a válogatott, hiszen szeptember végén két fontos mérkőzés vár a csapatra. Így van, két meccsük van. Ezek olyan meccsek, amiket meg kell nyernünk a litvánok és az olaszok ellen. Örülök, hogy újra összejön a csapat mindenkivel, hiszen mindenki játszott már néhány mérkőzést, és vannak új játékosok is, akiknek kell egy kis tapasztalat, hiszen a világbajnokság nagyon nehéz lesz. Annyiukat akarom látni, amennyit csak lehet, és remélem nyerünk is. Thank you. Köszönjük szépen! Szeptember 25-én Litvánia ellen lép pályára majd a magyar női kézilabda válogatott, azt a mérkőzést az M4 Sporton élőben láthatják, aztán pedig szeptember 29-én Olaszországban játszik a válogatott, amely egyébként a Ferencvárosra épült, tehát ilyen szempontból most vakarhatta a fejét Kim Rasmussen, azért hozzá is tette, hogy ő sem várt ennyire szoros mérkőzést. Igen, hát nem lehet most olyan bizakodó, bár az ellenfeleket nézzük, akkor azért azt hiszem, hogy nem lesz probléma a győzelem, de tényleg nincsenek jó formában sajnos a kulcsjátékosok, akiknek majd a válogatottban is kulcsszerep fog jutni, de hát addig még azért sok idő van. Akár már most ebben a második félidőben is valószínűleg összekapják majd magukat. Közben pedig már kedves nézőink láthatják, hogy érkeznek a csapatok a folytatásra. Egy gólos Fradi előny, tehát innen jön a második félidő Varga Ákossal. Köszönjük szépen, valóban itt vannak már a parketten a játékosok. Nos, az a 9 ferencvárosi kézilabdázónő, akit Kim Rasmussen behívott, közben itt láthatjuk az első félidő statisztikáit. A Dunajvárosnak talán leginkább az a 4 kiállítás fáj. A Fradinak meg az eladott labdák és a gyengébb kapus teljesítmény, néha gyengébb védekezés. Szóval az a 9 játékos: Bíró Blanka, Lukács Vica, Kluiber, Kovacsics, Pásztor, Háfra, Klivinyi, Márton és Sacl Elek Gábor csapatából, akik ott lesznek majd a válogatott keretében Litvánia és Olaszország elleni elvéselejtező mérkőzéseken. György László egyelőre maradéktalanul elégedett lehet a csapat a küzdőszellemével, időnként a játékával, és nagyon türelmesen, hosszan támadva és keményen, határozottan védekezve játszik a DKK-a. Sok ferencvárosi hiba persze megkönnyíti a dolgukat, de azért némelyikért ők maguk is tettek. Úgyhogy ne írjuk ezt csak a Fradi gyengébb formájának a számlájára. Ami azt illeti, a ferencvárosiak nagy rivális a Siófok együttese is. Egy-két nappal ezelőtt eléggé döcögős támadójátékot mutatott be saját mérkőzésén, hazai pályán, a Kisvárda ellen, főleg az első félidőben, de Borodvár Mohen együttese azért védekezésben elképesztő magas színvonalra kapcsolt a második játék részre, és hát egy ilyen alap lehetne az is, ami mondjuk a Ferencvárosnak megteremti azt a lehetőséget,
egy masszív hátsó védekezés, egy sok labdaszerzésnél védés a kapustól. Szóval megteremti annak lehetőségét, hogy ellépjen és faképnél hagyja az ellenfelet. Bánfai érkezik a jobb szélre a Ferencváros csapatában, Márton pedig a bal szélre, két abszolút új szélső, tehát a kapuban viszont a mindössze 20%-a ellenére marad Szemerei. Igaz, azért nem 9-10 méterről kapta az átlövés gólokat, hanem jobbára zicsereket, közeli helyzeteket kapott, kiszolgáltatott helyzetben. Nagyon nehéz lett volna sokkal többet védeni. A második félidőt a Dunai Város kezdi, majd visszatért a kezdő csapatához annyi módosítással, hogy a bal szélen Molnár Beatrix Kazai helyén, és egy jó támadással a vendégek egyenlíthetnének is. Szekercés. Szalai. Mihály hozta föl. Kovacsics. Szalaival keményet ütközött, nem is esett jól a Dunai Városi játékosnak. Aztán megint ez a páros csap össze. Márton. Határozottan megragadta Mihályt. Újra csak passzív. Szemerei véd a kapufa segítségével, és megvan a kipattanó is. Kluiber. Kovacsics. Vissza ugyanarra az oldalra. Kluiber. Hetes. Óti szabálytalankodott vele szemben. Kifelé próbálta megverni. Óti Fruzsinát. És jöhet a hetes. Kluiber ezt is a helyére küldi. 14-12. Kádár Ildikónak is jobban tetszik mindez. Jó védekezéssel, egy jó kapus teljesítménnyel, és egy hetes góllal kezdi a második félidőt a Fradi. Szekercés. Szemerei! Ez még talán az előzőnél is nagyobb bravúr. Leüti még Szekercés, és így tiszta a helyzet, de térdel ki tudta rúgni a kapus. Más kérdés, hogy már támadást el is rontották villámgyorsan a zöldek. A Dunai Város pedig nem fog rohanni. Utoljára 2017 májusában, tehát alig több mint két éve a Dunai Város meglepte a Fradit és legyőzte a zöld-fehéreket 33-24-re hazai pályán, egy akkor igaz a Ferencváros számára már hét nélküli mérkőzésen. De így szeptemberben azért más a helyzet. Már mindenki, mint Kim Rasmussen is. Nagyon szép figura, végigjátszva, lehúzva a szélre, és megszerzi Molnár is az első gólját. Újabb eladott labda, Móti, Dick még előrébb. Egyenlít a DKK a 3 perc után a második fél időben. Hát nagyon büszke lehet a lányaira György László. Óriási dolgoznak, remekül küzdenek. És eddig sugárzik belőlük az is, hogy elhiszik, hogy ők itt meglepetést okozhatnak, akár a Ferencváros csarnokában is. Nem véletlen, hogy a Fradi tábor erre a ritmusra gyújtott rá. Kovacsics. Kluiber. Már passzívnál. Kovacsics. Amikor nagyon kellő egy villanásra, mindig jó. Nagyon figyelt, hogy lehúzza a fejét, nehogy 2 percet adjanak neki. Snelder szerez labdát. Kluiber már elől. De kihagyja az ittert. Marad a 15-14.
egyszerűen kiveszi az ellenfél kezéből a labdát Snelder. Kluiber zicserét azonban Stojak hárítja. Sirián. Szalai. Szekercés. Szép alsó lövés. Akcióból talán most talált be először Szekercés Luca. Eddig a hetesei jelentettek veszélyt igazán a kapura. 15-15, 35 perc után. Kovacsics. Nagyon jó csel, nagyon szépen csinálja. Lábon roppadékonyan. Szenzációs, egy kontra mozgása megverte a kilépő Szekercést. Remek megmozdulás volt, és itt most Stojak sem tudott védeni. Azért dühög, mert lábbal hozzáér a labdához. Kóti. Szekercés. Belemegy. Már vagy harmadszor állnak így elé a ferencvárosiak. Erre nagyon felkészültek, és jól is használják ki Szekercés ellen a saját fegyverét, a lendületet. Kovacsics a hetes verziót mutatta be. Vámfai. Háfra. Kluiber. Szabad dobás. Lótmikinek elég bal szerencsés volt az első félidei belépése. Úgy tűnik, hogy most arra a statisztika maradt a feladata. Kovacsics ejti ki. Még marad néhány passz, egész pontosan kettő az zöldfehéreknek. Ezt Háfrának kell majd feltenni. Fel is teszik. Kluiber. Úgy tűnik, hogy belefért még ez az utolsó átadás. Szalai. Jó védekezés Bánfai. Bóti. Szalai. Leteszi még, de már belesípolnak. Akkor nagyon ügyesek a dunaújvárosi játékszervezők, hogy a félfaltos, faltos helyzetekből is tovább tudják játszani. Gyakran extra lehetőségeket adnak a saját társaiknak ezzel. Szalai, Mihály, visszahozza, megint passzív, Bóti, Szemerei. Álfai megindul, de nem merte megkockáztatni az indítást a kapus. Szemereinek lassan annyi védése van a második félidőben, mint az első 30 percben. Összesen Kluiber villan ismét. 18-15, Kluiber hatodik gólja a találkozón. És az eddigi legnagyobb különbség a mérkőzésen. Így bújt ki Kluiber Keti. Szalai. Szekercés. Hetes. Most későn álltak elé. És ráadásul belül. Azt mutatja a játékvezető. Igen, Márton egyértelműen belül.
Zekercés. Péteres még nem hibázott. Egyik együttes sem. Kovacsics. Jól látja meg a szélsőt. Az lábhoz jött a passz, azzal nem lehetett megindulni. Bóci. Vissza Kluibernek. Még egy passz. Nelder. 7 méteres. Nagyon ügyesen csinálták a hazaiak ezt a gyorsan elvégzett szabaddobást. Snelder egy give and go után passzol, tovább lép, visszakapja, és már Zitzerben Sirián el is késik. Mesztis Cibá belül is van. Ez pont elég. Csapó! Ő viszont kivédi Kluiber hetesét. Nagyon pozitívan száll vissza a meccsbe a Dunai Városi kezdőkapus, lebont karral és jobb alkarra szép röplabdás mozdulattal hárít. Marad a 18-16. Jovovic. Szalai. Bóti. Ott hagyja Mihály. Nagyon szépen védekezik Márton vele szemben. Ez most teljesen tiszta, jó védekezés volt. Háfra. Kluiber. Felelőtlenül. Bóti. Bánfai. Ő fog kapni 2 percet. Volt egy okos szabálytalanság, mint hogy ez nem volt egy okos bejátszás, oda a sűrűbe simán leveszi Sirián. Ott van Háfra Bóti előtt. Semmi szükség arra, hogy Bánfai hátulról beletaszigálja a Dunai Városit. Nézett fel az eredményjelzője. Mindig 11 perc telt el a második félidőből, és ez alatt 5-4-re hozta ezt az időszakot a Fradi. Jovovic. Szalai. Pásztor hagyta ott a kezét. Ez is 2 perc. De most bizony nagyon nehéz. 1 perc 42 vár a Ferencvárosra. Felcsúszott. Pásztor könyöke és nyakánál, hallánál találta el Szalait. 4 mezőnyjátékos védekezik. Zöld mezben. Szalai. Nagy labda. Szeverei! Óriási védés, ez egy forduló pont is lehet. 2 ember előnyével nem tud élni a DKKA. Pedig jól megcsinálták a helyzetet Mihálynak, aki eddig nagyon magabiztosan be is lőtte ezeket. De most felkínálja neki a rövidet Szemerei, és ott hagyja a ballábát. Üres kapuval is létszám hátrányban támad a Fradi. Amíg ezt óra tudnák váltani, az jelenteni az igazi fordulópontot. Egyelőre szabad dobás. Klivinyi. Kovacsics. Márton befut. Kluiber vissza. Kovacsics. Még egy falt. De már csak 4 passz maradt. Jó, így ott figyelmezteti a játékvezető. Nem, 5 passz volt. Most viszont már csak 2. Márton. Kovacsics. Mellé.
de így is hamarosan az egyik kiállított visszajöhet Hele Gábor csapatába. Pouti. Snelder igyekszik vissza, hát nem jött ki jól ebből a kettős ember előnyből a Dunai Város. Szalai. De még mindig ember előnyben a vendégek. Jovovics. Pouti. Lehúzzák megint, és a csereként a szélre beálló Gross Vivien belövi. Nagyjából ugyanazt a helyzetet, amit az imént ugyanezen a helyen Mihály Petra kihagyott. Időkérés hazai oldalon. Nagyon jól szállt be a meccsbe Gross ezzel a góllal. Behozta megint egy góra csapatát. Kifogásolja, hogy túl sok az egyénieskedés, a labdacipelés. És vissza kéne térni a normális passzokhoz, nem a bravúr passzokat erőltetni. Lukács visszatért a jobb szélre. Klivinyi, Kovacsics, Márton. Gross lagadta meg. Nem passzolta le a szélre, inkább belement. Rossz döntés. Pár perce még három gólos hátrányban volt a DKK. Most a meccs háromnegyedéhez érkezve egyenlíthet is. Kazai irányító posztra tér vissza. Hát vannak itt érdekességek. Jovovics, Szemerei, övé már. Ferenci Fruzsináékat láthattuk ott a lépcsőn. Lujber nagy csele, újabb belemenés a Ferencvárosnál. Csapó, ismét az egyenlítésért megy a DKK, a Jovovics megy végig. Negyed óra után 18-18, és kezdődik egy új meccs. Hát itt ez elég érdekes volt, különösen Nick Victoria védekezése, háttal oldalazva. Mondjuk, hogy nem csak a Fradi, hanem a játékvezetők is idényelei formában. Nick Victoriát most azért kiküldik 7 percre. Klivinyit. Snelder. Lujber, gól! Tíz lövés, 7 gól. Na ez egy legeredményesebbjétől. Kazai. Jovovics. Szalai a váltás után. Belövi.
tovább ment a félfaltot, vagy a faltot követően is Szalai Babett, és nem állt le. Jutalma a gól. Snyder. Livinyi most leteszi Mártonnak. Csapó! Óriási védés, ember hátrányban. Megteremti a helyzetet a Fradi létszámfölényes támadással, és megint lebont, és megint kézzel. Gyönyörűen elüti a hosszú elől a labdát Csapó Kira. Két szenzációs védéssel jött vissza itt a hajrára a meccsben. Molnár, Kazai, Szalai, Jovovics, az belemenés. Küzd, kapaszkodik, kapar minden rutinját, minden fineszét, latba veti a Fradi. Kovacsics harcolt ki tanájtanóvaló módon egy újabb belemenés, de ezt is elrontják ezt a támadást a zöldfehérek. De nem bírnak túllépni a saját árnyékukon, magukkal is egy nagyon nagy meccset vívnak. És talán ez a dunaújvárosi hiba az első jele annak, hogy a DKK is megijedhet a lehetőségtől, hogy valóban nyerési esélye lehet a Népligetben. Ki gondolta volna, hogy ilyen izgalmakat tartogat ez a mérkőzés? Háfra. Kovacsics. Bevágja! Szenzációs villanás! És valahogy amikor a legnehezebb a szitu, mindig a csapatkapitány vállalja föl a felelősséget. Döntetlennél. Meleg helyzetben. 5 gól, 8 lövésből Kovacsics Anikótól ma. És egy dunaújvárosi időkérés. Támadtak a vezetésért is. Jó, nem jött össze. A Kazai, jó. Jöjjön ide barátlövőbe, a Kazai jó. A Jokó jöjjön ide. Játszunk egy négyes vagy egy ötös, jó? Itt próbáljál meg egyegyezni. Szedi, ugyanúgy próbáljál meg a hármas védőről eljönni. Ezekre a csuklópasszokra jobb átlövőbe figyeljük. Ha ez nem jó, akkor egy keresztmozgás, Babett ugyanúgy jöjjön, legyen a labdát a Jobinak, le a szélre, Sapol tovább a húzás. Jó! Megint égen fejeztünk be a szélén, megint égen fejeztünk be akciót a szélén! Gyerünk, retálom! Bizony a szélre légen húzták le a dunaújvárosiak, pedig amikor utoljára, igen, akkor Grosz szépen bevitte és be is lőtte a helyzetét. Egy és fél perc. Egyetlen egy gólos különbség. Jovovics. Hazai. Szabálytalanság. Siriát látták szabálytalannak. Kovacsics. Kluiber. Megvan még az. Gyakran datog a labda a ferencvárosi kezekben. Háfra. Visszajött az utolsó bő 10 percre. És ha visszajön, lő is egy gólt Háfra Noémi. Pedig ma ez nem az ő meccse, azért látjuk a számokból. Ott a válasz, Molnár. Egy gyors közép után. A szélen találják meg a helyzetet, ahogy megbeszélték a dunaújvárosiak. Kísértetésen hasonlít a meccs a keddihez, a Debrecen ellenihez. Ott sem tudott 3 gólnál nagyobb a különbséggel vezetni a Fradi, igazott az első fél időben. A másodikban végig fej-fej mellett voltak a csapatok. Itt ugye a második fél idő első 10 percében volt meg a plusz 3.
Azóta viszont egál, sőt, megvém egy-egy gól. Kovacsic lövi a hetest. Be is lövi. Rasmussen szoros első félidőre nem számított, valószínűleg szoros másodikra még kevésbé. Jovovich. Kazai megint kidobja a DKK. A meleg hajrához érkezve ezek a hibák, talán a rutintalanság az ijegység számlájára írhatók, de nem biztos, hogy beleférnek. Kovacsics, Háfra, lefordul, kiteszi a szélre, nagy labda, Lukács, megint három gól. Nagyszerű kiszolgálás volt, és nagyon magabiztos szélső Zincer, visszahúzva a rövidre. Kazai. Jovovich. Gross. Elszórja a labdát a DKK megint. Sirját keresték volna minden áron. Snyder. Ott még lesz egy 2 perces kiállítás is Jovovichnak. Óriási lábmunka volt, ahogy Háfrado Évi megverte a védőt. Körbelépi, és estében is belövi. 20-20 óta 4-0-át produkál a Fradi, és elrontják a cserét a dunajvárosiak. Újabb 2 perc. Hát ez most nagyon-nagyon súlyos hiba. Nagyon súlyos hibák sora. 2 labdát dobtak ki a pályáról a fehérmezesek. Támadásban egyet odaadtak a Fradi kezébe. Most meg egy ilyen rossz csere. 2 ember hátrányt eredményez. 7 perccel ezelőtt még 18-18 volt. Egy jó 3-4 perccel ezelőtt 20-20. Ehhez képest most már 5 gól is lehet. Háfra egymaga. Azért a 6-4 elleni támadásnak nem ez a megoldása. Kovacsics, Kluiber, le a szélre, Lukács, sokkal inkább ez, megint ugyanúgy, mint az előtt. 25-20. Lukács vicca biztos kézzel lövi be ezeket a fontos helyzeteket, itt a hajrához érve. Dunajvárosi időkérés. Hosszú lefolyású támadásokat vezessük, értető? És most se dobáljuk el. A szélek aktivizálják egy kicsit magukat, kevesebben vagyunk, segítsenek az átlövőknek. Jó? Gyerünk, csajok! Gyerünk, csajok! Gyerünk, kapus nélkül! Hát ezek a kérdések joggal merülnek fel György Lászlóban. Lehet, hogy ebben a nagy iramú, nagy hőfokú mérkőzésben egy szűkebb rotációval kicsit elfogyott fejben a Dunajváros az utolsó 10 percre, mert tényleg igen-igen sok hibát vétett a vendégcsapat az elmúlt percekben. Ezt kiméletlenül ki is használta a Fradi, persze zöldfehérek is kellettek ahhoz, hogy hirtelen döntetlenről 5 gólra nyíljon a meccs.
üres kapuval is öten támadnak a fehérmezesek. Gross. Bouti. Szalai. Most már passzív. Szabad dobás, amikor öt passz van még. Bouti. Szalai. Molnár akár be is vihette volna. Második szándékból vitte be, így már nem volt ideális a helyzet. Blokkolják Bouti lövését. Fradi tudja, hogy fél perc azért kettős ember előnyben elég lesz, hogy helyzetet alakítson, ki nem kell rohanni. Háfra, Kluiber húzza le, Lukács. Most a másik szélre, Márton! Gyönyörűen föl a felső sarokba. 26-20. Hát azt említettem, 45 perc után, hogy 18-18-nál kezdődik egy új meccs. Erre az új meccsre úgy tűnik, hogy felül tud kerekedni a Ferencváros. 8-2 az elmúlt 9 perc. Gross. Jó bejátszás, Sirián. Sáfrát még ki is küldik. Ő nem nagyon érti, hogy miért. Sirián Szederkének 4 lövésből a harmadik gólja. Nézzük meg a kiállítást újra. Talán majd innen. Könnyeivel küszködik Elek Gábor. Klivinyi. Kovacsics. Megint a szél, Lukács ejtéssel, gól! Találta a megoldást végül Kovacsics. És ő is a jó döntéseivel, valamint Lukács a góljaival főszereplő ebben a hajrában. 5 percen belül. Kazai. Itt is egy ejtés. Gross. Bizonyítja Gross Vivien, hogy érdemes a dunaujvárosiaknak a szélre lejátszani a labdát. Mert bízhatnak a szélsőkben. Klivinyi. Fogynak a passzok, 4 maradt. Egy is elég, Snelder szedi össze magát. 7-es. És Sirián kimegy. 2 perces kiállítás után estében cibálta Sneldert, aki elég bírt tarpon maradni. Kovacsics bevarja a Ferencváros 28. gólját, saját maga 7. találatát. Misike. És ez már egy felszabadultabb öröm hazai oldalon. Brown Laura is benne a pályán.
szélen a Dunai városiaknál. Ő harcol ki azonnal egy 7 méterest. Zalai előkészítése nyomán. Pont alá lépett Lukács Viktória. Más lábára tapostak. Sérülés veszélyes volt, bár véletlen. Bíró! Először lépett pályára ezen a mérkőzésen a válogatott kapusa Bíró Blanka, és rögtön egy hárított hetes Borocai. És az utolsó 3 perc. Kovacsics oda sem nézve, Snelder kapufa. Gross elől. Bevágja. Három lövés, 3 gól itt a második fél időben Grosstól. És kiállítás lesz, tudja itt a Csavlovics is. Tényleg elfogytak a vendégek, lemaradnak mindenről, egymás után kapják a 2 perceket, ez már felesleges volt itt. Ilyen keményen 2 kézzel. Kovacsics. 11 néhány másodperc, 2 ember hátrány még. Most üres kapuval már megvannak a dunai városiak. Kóti vissza Kazainak. Szemerei. Meg lehet a 30. Ferencvárosi gól, és akár 7 is lehet a különbség. Ha valaki csak a végeredményre rápillant, hát igen. Sima, viszonylag kényelmes ferencvárosi győzelem. Meg kellett nézni ezt a meccset. Lukács lövi a 30-at, 7 közte. Meg kellett nézni ezt a meccset ahhoz, hogy lássa az ember, milyen elképesztően izzadságszagú volt ez a Ferencváros számára. És a sikerhez, pláne ahhoz, hogy ez ilyen viszonylag nagyobb különbségű legyen, kellett a csapat rutinja, kellett a hosszabb kispadja, és kellett az ellenfél elfáradása, főleg azt hiszem fejben, és jó néhány hibája is. Snelder még labdát szerzett volna. Nem jár úgy a Ferencváros hazai pályán, mint kedden, pedig könnyen úgy járhatott volna. A meccs 47-48-50 percig úgy nézett ki, ez is hasonló lesz. Lukács szedi össze a kapufáról kipattanót. Lujber most nem tud kapura lőni. Kovacsics még. Nincs újabb gól. Snelder. Nála van. 31-23. Eredményben végül a Kisvárda legyőzéséhez, a 2-vel ezelőtti hazai bajnokihoz hasonlít inkább a találkozó, hiszen az 30-22-re nyerte meg a Fradidat, már végig az első fél időben is megvolt a nagy különbség. Szemerei még egész pályáról, ez nincs bent. Így hát 8 gólos ferencvárosi győzelem a vége. 31-23, de 45 perc után még 18-18, 3-4 perccel később még 20-20 állt az eredményjelzőn. Egy 11-3-as rohammal zárta le ezt a találkozót a Fradi, és végül nyerte meg. Azt gondolom, hogy a karakterét bizonyította a csapat, de nagyon-nagyon nehézkesen és nehezen talált magára, és bizony a tapasztalatára, a sok jó játékosára és a vezéregyéniségeire, különösen Kovacsicsra vagy éppen Lukácsra itt a végén nagyon nagy szükség volt ahhoz, hogy ez a meccs végül tisztességes különbséggel meglegyen a csapatnak. És hogy ezzel most a holtponton átlendült-e a zöld-fehér együttes, az egy nagyon nagy kérdés.
egy hosszabb felkészülés következik a csapatnak, és aztán az őszi bajnoki szezon talán legfontosabb mérkőzése a Siófok ellen idegenben, jövő szombaton. Ott majd azért inkább választ kapunk erre a kérdésre. Hallgassuk a főszereplők véleményét. Kluiber Katrin a mérkőzés legeredményesebb játékosa. Megint hoztad a formádat, viszont a Ferencváros milyen formában játszott 50 percig? Talán az utolsó 10 perc volt az a Fradi, amit megszokhattunk, nem? Igen, megint nagyon álmosan kezdtük a védekezést. Szerintem nagyon le voltunk lassúval, megint próbáltak altatni minket az ellenfél. Én úgy gondolom, hogy tényleg ez az utolsó 10-15 perc volt, amikor a mi játékunkat játszottuk és a mi sebességünkbe. Ez ugye a Debrecen elleni mérkőzésen is megmutatkozott ezt megelőzően. Igen, hát azt a meccset remélem elfejtettük, és tényleg itt a végén szabadultunk fel, és tényleg azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Milyen állapotban van most a csapat véleményed szerint a létfontosságú Siófok elleni meccs előtt? Én úgy gondolom, hogy amit kapunk pihenőt, azt kihasználjuk, és a jövét szombatra mindenképpen kipihentek leszünk. Neked mennyire volt pikáns ez a mérkőzés? Hát mégiscsak 11 évet töltöttél a nevelőegyesületednél Dunaújvárosban. Tudom, már tavaly játszottál ellenük. Igen, volt már azóta a közös egymás elleni mérkőzésünk, úgyhogy nem volt bennem semmi olyan érzés, ami a többi meccs más lenne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg ugyanúgy mentem én is. Gratulálunk mindenhez, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nagyon kellettek Kluiber góljai, Kovacsics góljai, de ide vehetjük még Háfrát, Lukácsot, akik fontos szituációban szereztek nagyon fontos gólokat, hiszen 20-20-ig egál volt, és utána el tudott lépni a Ferencváros, tehát valahogy ott volt az a pont, amikor egyszer csak úgy ledobta ezt a terhet a Fradi, amit itt cipelt az elmúlt napokban kedd óta, és hát azt a Fradit láttuk már, amit itt az elmúlt években megszokhattunk. Á, nem, attól még nagyon messze vannak, és tényleg egy csomószor mondtuk itt a másik fél végén, ú, de fontos, ez is nagyon fontos volt, ez is. Volt egy-két sorsfordító gólja a Ferencvárosnak ezen a meccsen. Pont jókor és nagyon helyén volt az eszük, meg gondolom itt már azért a szívük is, de azt csak a végén lehetett látni, amikor úgy igazán jó kedvel és örömből kézilabdáztak, de az eszük igen az utolsó 10 percben a helyén volt, és szépen belőtték a helyzeteiket. A Dunaújváros részéről pedig, hát nem tudom, mennyire beszélhetünk arról, hogy megijedtek a lehetőségtől, inkább az, hogy egész egyszerűen ezt a szintet nem tudta tovább tartani az Újváros, tehát te mit éreztél? Hát egész egyszerűen belefáradtak szerintem, ami nem is csoda, hiszen nem kevés csere lehetőségük volt, amíg bírták szusszal, addig jó döntéseket hoztak, addig azt a játékot játszották, ami kell, aztán amikor elfogyott ez a szufla, akkor már azért becsúsztak olyan döntések és olyan hibák, amik hát ugye abszolút a Fradi kezére játszottak. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy a vendégek mestere elégedett azzal, amit látott, a vereséggel nyilvánvalóan nem, de hallgassuk meg György Lászlót. 50 percig hihetetlenül méltó ellenfele volt a Dunaújváros a Ferencvárosnak. Nyilván, aki ránéz most az eredményjelzőre, nem fogja elhinni. Milyen volt ez a mérkőzés? Szerintem büszke lehet a lányokra. Igen, várható volt, hogy előbb-utóbb elfogyunk és elfáradunk, igen, kevesen vagyunk, de attól függetlenül olyan elemi hibák voltak, itt a technikai hibákra gondolok, könnyelműen adtuk oda a labdát a Ferencvárosnak, az pedig azonnal megbosszulta, kidobott labdák oldalra, rossz bejátszások, fegyelmezetlen játékok voltak abban a periódusban. Valószínű ez, hogy ez a fáradtság rányomta a bélyegét erre az időszakra, de attól függetlenül valóban 50 percig tényleg partnerek voltunk, jól játszottunk, jól küzdöttünk, fegyelmezett volt a csapat, küzdött, akart, és az mindenféleképpen dicséretes, hogy itt a Fradi otthonában 50 percig partnerek tudtunk lenni, és mondom, hogy jó játékot produkáltunk elől és hátul is. Fordulópont volt a Dunaújváros szempontjából, hogy a kettős ember előnyét nem tudta kihasználni a második fél időben? Hát ez minden csapat életében nagyon fontos egy mérkőzésen, hogy
van egy ilyen szansz, és nem tudja kihasználni. Elvileg ugye az ember előnyt, hogyha 2-0-ra meg kellene nyerni, növelni kellene, vagy utolérni az ellenfelet. Sajnos probléma volt az Érd ellen is, egy picit visszatekintve, ezen a mérkőzésen is. Természetesen ezen próbálunk javítani a jövőben. A legjobbakat kívánjuk nektek a folytatásra. Köszönjük! De a mai mérkőzésen a Ferencvárosnak sikerült javítania, 31-23-ra győzött a Fradi, és így készülhet a Siófok elleni idegenbeli rangadóra. Jövő héten szombaton az M4 Sporton láthatják majd ezt a mérkőzést. Detti, neked köszönöm szépen a segítséget. A folytatásban itt az M4 Sporton pedig a Box utca magazin jön. Érdemes lesz velünk tartani. További szép estét kívánok, viszontlátásra!